A Józs András Múzeum évelején született kiállítás tervében már szerepelt, hogy évvégén időszaki kiállításon mutatják meg a néhai sínen közlekedő járműveket. Nemigen született ember, aki nem mosolyogva nosztalgiával emlékezett volna rájuk, feltéve, ha még volt szerencséje, belehajolna a szélbe, miközben kiért a kisvonat Sóstóra, vagy még tovább a Tiszapartra. Több lelkes szakember, gyűjtő és szervezetnek a közös közreműködésével született meg ez a kiállítás. Rengeteg műtárgy, relikvia látható, egy gyönyörű fotókiállítás a múlt évtized kisvasúti életéből, egy terepasztal Miskolcról, amelyen az MK48-as mozdony megy körbe-körbe, és rengeteg más olyan tárgy látható még, amely a kisvasút, illetve a nyíregyházi villamos életével volt kapcsolatos. Ma álom annak idején napi rutin volt villamossal hazaérkezni vagy elindulni a dolgunk után, akár csak egy kört tenni a Belojanis tértől a Széchenyi utcára, leszállni a nyíregyházi villamosról, mondjuk a Kálai gyűjtemény előtt. Szerintem mindenkinek van kedves élménye ebben a kisvasúttal, illetve a villamos közlekedéssel kapcsolatban. Szerintem szeretettel emlékeznek rá, jó volt, kellemes élmények kapcsolódnak hozzá, kivéve azokat, amikor nem közlekedett, vagy bármilyen mások ilyen elmaradtak a vonatok, de mindenki szerette a kisvonatot, része volt az életének. Az állomásfőnök a nyírvidéki kisvasútról írt a diplomamunkáját. A megnyitón a 19. század közlekedés fejlesztésének elemeit sorolta, a teher és személyszállítás különböző időszakait, a gőz, dízel és villamos meghajtás eszközeit. Készül a nyíregyházi állomásra egy intermodális központ terve, mely az eddiginél is közelebb hozná az autóbuszt a vonathoz. Különben is igen érzékeny már maga a kérdés is, lesz egyszer még kisvasút. Pedig egykoron a várost az otthonnal sokak számára a kisvasút kötötte össze, mindennapi utazó esemény volt. Szimulátorra is készültünk, ki lehet próbálni, hogy hogyan működött egy korabeli kis villamos, vagy egy kis mozdonyt hogyan lehetett vezetni. Nem egy bonyolult szerkezetről van szó, de viszont egy kis nosztalgikus hangulatot fogadni mindenki számára. Magángyűjtők, fotósok, Dombrád, Miskolc, Debrecen város, illetve a Nyíregyházi Városvédő Egyesület is szolgált emlékekkel. A jövő március végéig nyitva tartó kiállítás jócskán kínál nosztalgikus, szép élményeket látogatóinak.